sportiskola és sportudvar felújítása, az ivóvízberuházásunk is sikeres volt, a temetőt bővítettük, illetve parkolót alakítottuk ki, ez meg kellett vásárolni a területet, ez se volt 2 forint. Kialakítottuk a Rákóczi út meghosszabbításánál az új ragyogó utat, illetve a lakosság bevonásával a kis mellékutcákat is aszfaltos úttal láttuk el, hogy így mondjam, és a Jókai út is aszfaltos lett. Az egészségház felújítását is elvégeztük, és remélem, hogy semmit nem hagytam ki, illetve de kihagytam, az óvoda felújítása 2 éves munkánk eredménye volt, és ez is határidőben és a költségvetési kereteken belül valósult meg, hál' Istennek. És a civilház, ugye? Azt hiszem, azt kihagytad, és hallottam, hogy ott szokták karaokézni, hogy milyen sikerrel szokott ez menni? Hát mondjuk azt vegyes siker, nekem nagyon tetszik. A többieknek nem biztos, hogy annyira, de jól érezzük magunkat, és ez a legfontosabb, azt hiszem, hogy a közösség együtt legyen és jól érezze magát, beszélgessenek, mondják el a bajokat, illetve hát osszák meg azokat a problémákat, amelyek a felmerülnek. És most a legfontosabb kérdés, mi a kedvenc kajád? Hát most a baromfi virsli éppen, meg a Danon joghurt, ez nem a reklám helye. Volt egy időszak, amikor 107 kg voltam, és akkor voltam, hogy ezt nem lehet tovább kérdően tartani, és elhatároztam, hogy 7-essel fog kezdeni a súlyom, 7-essel kezdődik, most éppen 77 kg nyomok, igyekszem ezt tartani. Tehát nincs semmilyen betegség a fogyásom miatt, hanem ezt az én elhatározásom okozta.